Itt a híradó, köszöntöm Önöket! A Tapolcafői Kertbarátkör alakította ki a Tapolca forrástanösvényt, és a tagok azóta is sokat tesznek azért, hogy ez a természeti szépség megmaradjon, élményt jelentsen a kirándulóknak. Ehhez kapcsolódó ünnepük a Forrás napja, melyet szeptember első szombatján szerveznek meg. Az idei programon nem csak a Tapolcában volt bőséges a vízhozam, az égből is érkezett utánpótlás, ez azonban nem zavarta meg a rendezvényt, hisz ezúttal Molnár Lajos pápai festő, grafikus kiállítása és fotópályázat szerepelt a programban. Pápa település részének Tapolca főnek történetében 2010. május 14-e felejthetetlen nap. Ekkor történt, hogy több mint 40 év után ismét visszatért a forrás. A Tapolca patak újra éledni kezdett. A Tapolca legújabb kori történetét, a forrásvidék gondozását a tapolcafői kertbarátok végzik hatalmas odaadással. Kialakították a Tapolca forrás tanösvényt. A tanösvényt a legnagyobb látványeleme és a tapolcafőiek büszkesége az a malomkerék, amit a kertbarátkör elnökének hívó szavára számtalan adomány, segítség és támogatást tette lehetővé, hogy Tapolcán működő 33 vízimalom emlékére az egykori forrásfolyói hagymalom helyén 2013. szeptember 7-én felolvatásra került. Ekkor javasolta dr. Áldozó Tamás polgármester, hogy minden év első szombatja legyen a forrásnapja, s azóta a tapolcafőiek ezt évről évre megrendezik. Dr. Áldozó Tamás elismerően szólt a tapolcafői kertbarátok munkájáról, s beszélt arról is, hogy a Tapolca nem csak a tapolcafőieknek fontos, hanem a pápaiaknak is. Néhány évvel ezelőtt a vízügyi igazgatóság elkezdett egy programot, melynek célja, hogy a Tapolca ismét átfolyjon városunkon is. Sajnos ez a program a vízügyi igazgatóság forrásainak a hiányában, a pénzügyi forrásainak a hiányában elakadni látszik, de rendelkezik mindenféle vízjogi engedélyekkel, és hogyha egyszer meg lesz hozzá a pénz is, már pedig egészen biztosan meg lesz, akkor a Tapolcát nem csak a tapolcafőiek köszönhetik saját vízfolyásukként, hanem sok-sok év után a pápaiak is újra a magukénak tudhatják. A forrás napjára a tapolcafői kertbarátok ezúttal Molnár Lajost hívták meg, aki megfestette a pápai vízimalmokat. Célja az volt, hogy a malmokat még épp működő állapotukban mutassa meg. A forrás napjához kapcsolódott egy fotópályázat is, Tapolca fő képekben címmel. 34 fénykép érkezett, az első helyezett Somogyi Zoltán Mária út című fotója lett. A 90 esztendős Szalai Istvánnét köszöntötte péntek délután dr. Áldozó Tamás polgármester. Szép virágcsokrot és Orbán Viktor miniszterelnök jó kívánságait tartalmazó emléklapot vitt ajándékul az ünnepeltnek. Mária néni meghatottan fogadta a megemlékezést és azt mondta, öröm számára, hogy 90 éves lett, mert jó az élete, hisz szerető és gondoskodó család veszi körül. 1925. szeptember 4-én született Szalai Istvánné Tremmer Mária pápán. Szüleivel és 7 testvérével az Acsádi úton laktak. Mária néni a Peruc gyár előfonodájában dolgozott, közel 40 év munkaviszony után ment nyugdíjba. Kérdésünkre, hogy milyen érzés 90 esztendősnek lenni, Mária néni ezt válaszolta. Hát nagyon jó érzés, olyan értelés, hogy fájdalom is van, bár fáradtság is, de mégis, hogy jó érzés. Ennyi. Jó érzés. Ebben családom, akiben örömömet állik. Az apró problémákat leszámítva, Mária néni jó egészségnek örvend, rendben tartja a lakást, ellátja a háztartást, sokat sétál a lakótelepen, és szeret tévézni is. Én még inkább kapálni kimennék, mint hogy fákigyák, úgyhogy ilyen szempontból jól vagyok, hála jó Istennek. A hosszú élet titkát ugyan nem tudja, de valószínű abban rejlik, hogy szerető és gondoskodó család veszi körül. Gyermekében, unokáiban és dédunokáiban van minden boldogsága, árulta el nekünk. Mária nénit a 90. születésnapon is nagy szeretettel vette körül családja. Egyszer lányom van, meg két unoka, meg két tédunoka. Mária néni elárulta, életében nagy élmény volt számára az, amikor az 1970-es években Amerikában járt. Az öccsénél töltött el 6 hónapot a távoli kontinensen.
Ötödik alkalommal rendezték meg a Marshall Trophy elnevezésű túraautóversenyt. Több mint 130 induló, 400 versenyző, 6 órás szintidő, 150-170 megtett kilométer, 21 feladat, és mindezek felett nagyon jó hangulat jellemezte ezt a szombati napot. Ajkáról, Pápáról és Veszprémből indultak a versenyzők, hogy a szervezők nem titkolt szándéka szerint minél több új helyet fedezzenek fel. Nagyon sokan ismerik az országot, a saját közvetlen környezetüket se ismerik az emberek, nagyon szép helyek vannak itt, meg hát az, hogy kicsit csapatépítő jelleggel is indult a dolog. Meg szerettük volna megreprezentálni az ügyfeleket egy vendéglátással, és ehhez raktunk hozzá még egy érdekes programot. A szervezők hosszú hetekig készülnek, végigjárják a versenypályákat, és összeállítják a feladatokat. Azok a kérdések, amire mi úgy gondoltuk, hogy nehéz lesz, arra nagyon sokan találták meg a helyes választ. Olyan kérdésekre, amit mi viszonylag könnyűnek gondoltunk, ott pedig olyan érdekes válaszok jönnek, hogy néha nagy kacaj van itt az értékelő szobában, de hát ez a versennyel együtt jár. Extra feladatként Kresztotót is ki lehetett tölteni, ahol mindenki megtapasztalhatta, milyen kevéssé ismeri a közlekedési szabályokat. Eddig, hogyha azt mondom, hogy elég kevésnek sikerült kitölteni hibátlanul, az azt jelenti, hogy egy embernek, pedig szerintem olyan 60-at kijavítottunk már. Hát sajnos azt tapasztaljuk, hogy igen sok hibával töltik ki az emberek, de legalább ez az alkalom arra jó, hogy az emberek látják azt, hogy van mit fejlődni még a kresztudásban. A három kör versenyzőit külön értékelték, de avattak abszolút győztest is. Ez évben dr. Kalmár Zsolt és felesége volt a legügyesebb a Marshall Trophy-n. Titkon sem számítottunk erre, ez abszolút meglepetés volt. Közép mezőnyben voltunk egyik évben, második, harmadikak voltunk egy másik évben, de csak a kategóriánkban, hát ez teljesen nagy meglepetés, de ezt jelzi, mert ez azt jelenti, hogy nagyon amatőr csapat vagyunk. És hogy miért szervezi meg a versenyt évről évre a Marshall Kft.? Ez egy ilyen elhivatottság, meg most már bent vagyunk a mókuskerékben, nem igen lehet ezt abba hagyni, meg amikor itt ennyi jó hangulatú arcot lát az ember, meg jönnek a visszacsatolások, hogy tőlünk 10 kilométerre milyen csodák vannak, hát akkor azt gondolom, hogy egyelőre ezt még ameddig tudjuk, csináljuk. Vasárnap tartották a ferences templom búcsúját. A ferencesek a 15. században telepedtek meg Pápán, s bár viszontagságos volt itteni létük, a város lakói szerették az Assisi Szent Ferenc által alapított rend tagjait, a barátokat, ahogy hívták őket. Egykori templomuk a főtéri plébániához tartozik, heti két alkalommal tartanak itt szentmisét. A búcsúi ünnepi mise keretében ezúttal az első világháború áldozataira is emlékeztek a hívek. Boldogságos Szűz Mária születésnapján tartják a ferences templom búcsúját. Két ünnepe van egy templomnak, mondta Mail József apát plébános. Az egyik a búcsú, a másik a templom felszentelése. Ennek a templomnak a felszentelésének az időpontját nem tudjuk pontosan. Azt tudjuk, hogy 1942-ben készült el a templomnak a teljes felújítása, akkor egy veszprémi kanonok újra szentelte a templomot, tehát vehetjük ezt az időpontot mondjuk a templom szentelésének, és a templomnak a második nagy ünnepe, a templom névnapja, a templom védőszentjének az ünnepe, amelyik most lesz 8-án, hát ma tartjuk az ünnepet ma este. Az ünnepi szentmisén a hívek megemlékeztek az első világháború áldozatairól. Még a szentmise előtt Mail József apát plébános koszorút helyezett el a templom oldalfalán található táblánál. Ezt a pápai halottak emlékére állították. A templomban két másik tábla is található. Az első világháborúban négy ferences halt meg, négy ferences atya halt meg. Az első emléktábla róluk szól. A második emléktábla pedig Fráter Dollenc Alfredról szól, aki szintén ferences volt, magyar ferences volt, és a Szentföldön teljesített szolgálatot. De 1920-ban elküldték őt Örményországba, és az örmény holokauszt alkalmával megölték őt, tehát vértanú lett, és ennek a vértanúnak, akit boldoggá is avatott az egyház, emeltek táblát itt a pápai ferences tartományban. Mail József apát plébános elmondta,
Azért tartotta fontosnak, hogy megemlékezzenek az első világháború áldozatairól, mert ezek az emléktáblák sajnos kikoptak a köztudatból. Az esküvő fontos esemény a párok életében, aztán következhet a pihenés egy kellemes nászúton. Ezzel a sztereotípiával szakított Záró Zita és Harkányi Árpád. A budapesti házaspár 4 évvel ezelőtt indult el egy rendhagyó nászútra, bejárták a világot, megtettek 40 ezer kilométert kerékpáron. 2011-ben vágtak neki a nagy kalandnak, és a napokban érkeztek haza. A Magyarországon megtett utolsó szakaszt több részre osztották, péntek este Pápán, a Vörös Sándor iskolában volt a szállásuk. Záruk Zita és Harkányi Árpád 2011. június 4-én házasodtak össze, és június 11-én már el is indultak világkörüli nászútjukra a Hősök teréről. Mindig szerettünk volna utazni, ez végül is egy közös ötlet volt, megbeszéltük, hogy csináljunk valami nagyot, még mielőtt úgymond letelepszünk, gyermeket vállalunk, és elkezdtünk beszélgetni, hogy jó lenne hátizsákkal elmenni mondjuk Indiába. De ha már Indiáig eljutunk, akkor jó lenne Dél-Kelet-Ázsiáig elmenni, Indonézia. Annan, miért nem megyünk Ausztráliába? És Ausztráliából Új-Zéland csak egy köpésre van, nem? És ha megjutottunk Új-Zélandig, akkor igazából az amerikai kontinens a túlirányba, és akkor menjünk egy kört. És Árpi mondta, hogy akkor menjünk biciklivel. Én pedig mondtam, akkor legyen nászút. Ennyire egyszerű, legalábbis utólag elmesélve. Az utat rengeteg élmény tarkította, de nem hiányoztak a nehézségek, a mélypontok sem, ezeken át kellett lendülni. A fiatal pár mosolyogva mesélte, hogy egyszer sem fordult meg a fejükben, hogy feladják. Igazából itt fejben dől el, tehát úgy fogtuk fel, hogy inkább esküvőre készültünk meg, hogy minden rendben legyen, minden oltás, minden vízum meglegyen, és amikor ez megvolt, akkor elindultunk, és az első 2-3 hetet úgy fogtuk fel, hogy ez a fizikai fölkészülés is, és tényleg aztán utána egyre könnyebb lett. A fiatal pár péntek este Pápán pihent a Vörös Iskola torna termében. Ide már megérkezett jó néhány barátjuk, ismerősük, akik aztán tovább kísérték őket szombaton Vérteslovasra. Vasárnap pedig a Hősök terére érkeztek meg. És jót tett a házasságnak ez a 4 év nászút? Hát szerintem a tény, hogy még mindig együtt vagyunk, és még szóba állunk egymással, azért ez elárul valamit. Holnap kellemes, nyárias idő várható, jöjjön az időjárás jelentés. Kedden több órára kisüt a nap, az időnként megnövekvő gomoly felhőzetből legfeljebb az északkeleti és nyugati határ mentén alakulhat ki jelentéktelen záporeső. A Dunántúlon és a középső tájakon még többször megélénkül az északnyugati szél. Hajnalban hideg lesz, 3 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, délután azonban 17 és 22 fok várható. Kedves nézőink, ezek voltak hétfői híreink, várjuk Önöket holnap is a híradóval, nézzenek minket, viszontlátásra!